Van nálunk hely, feliratú Molino mögött vonultak fel Berlinben több ezren. Azt követelve, hogy Németország több menekültet fogadjon be görögországi menekült táborokból. A szimpátia tüntetésre több mint 60 szervezet hívta támogatóit, köztük környezetvédő szervezetek és a német evangélikus egyház is. Követelem, hogy mondják azt, az emberek jöhetnek hozzánk, van helyük, erőforrásaink is vannak. Nem kellene azt mondanunk, hogy csak 1500 ember, ennyivel tudunk foglalkozni, csak azért, mert Magyarország, Csehország és más országok azt mondják, hogy nem akarunk menekülteket befogadni, mondta egy tüntető. Azért tüntetek, mert elfogadhatatlannak tartom a Horst Seehofer belügyminiszter által hozott döntéseket, és azért is, mert Németország kötelességének tartom a menekültek befogadását. Nem engedhetjük, hogy a Móriában tapasztalható embertelen esetek folytatódjanak, mondta egy másik tüntető. A görögországi Lesbos szigetén lévő Mória menekült tábor leégése után egyes német tartományok és önkormányzatok bejelentették, befogadnak 1500 embert, akiket a német kormány beenged az országba. Ezt azonban az ügyet eddig ellenző belügyminisztériumnak is jóvá kellene hagynia. A berlini rendőrség szerint a tüntetők többen voltak az előzetesen bejelentett 3000 főnél, a távolságtartás szabályait azonban betartották. Vasárnap Németország és más európai állam több nagyvárosában is tüntettek a menedékkérők mellett.